Irodák vannak, és nem csak rendelők, amik nappal üzemelnek, este pedig kettő darab japán turistát látunk egy fotóapparáttal. Itt igenis élnek emberek, bár vannak irodaházak, de itt az öreg nénik reggel, akár 40 fok van nyáron, akár másfél méteres hó télen, elindulnak a közértbe, és hiába magyarázod nekik, hogy vagy elcsúsznak, vagy valami bajuk lesz a nagy melegtől, nekik ez a dolguk, és ők vonulnak. A mai Erzsébet város közepén egy istenverte piszokfészek terült el, az István tér. Ide építették fel a főváros harmadik színházát, amely két évnyi működés után 1874-ben leégett. A színház helyén a 19. század végi csarnoképítő lázban épült a Fedeles piac. Nekünk csarnokunk van, nem piacunk van. Van egy nagy áruházunk, és ott természetesen hétvégén bővebben, hétközben, hát kicsikét szűkebben, de lehet vásárolni portékákat. Idézzünk ismét Ágai Adolf könyvéből. Két nagy táborra szakad a tér, az északkeleti része keresztjén, a délnyugati része zsidó, amott véges végig hosszában ketté hasított kövér disznótetemek, emitt főleg tél idején sakterolt hízóludak hekatombái. Azok nem röfögnek már ide, ezek nem gágognak már vissza. De mostanában kevés már a liba, míg a sertéssel soká álltak még vásárt, meghazudtolván a példabeszédet, hogy sok lúd disznót győz, mert a ludat győzte le a disznó. 55 évvel akkor mit? Rengeteg őstermelő hozta ide az áruját, és azért volt a hústól kezdve a virágig minden volt, lehetett alkotni. Ez volt benne a jó. Ez egy olyan ragyogó környék, hogy a körút itt van, a Rákóczi út ott van. Kár innen elköltözni. Az István tér 1907-ben kap új nevet, Klauzál Gábor a Batthyány kormány minisztere után. A 19. század elején kezdik csak a környéket zsidóvárosnak titulálni. 1840-re, mikor megszűntek a zsidók tulajdonszerzését korlátozó előírások, ezen a környéken alakulnak ki vallási és kulturális életük központjai. Megépülnek a környék históriáját meghatározó zsinagógák, iskolák. Megtelepednek az ideköltöző zsidóság tulajdonában levő gyárak, üzletek, intézmények. A környék falusias jellege egyébként a millennium idején szűnik meg. Akkor hoznak rendeletet a telkek felparcellázásáról, és engedélyezik a szokottnál sűrűbb beépítést. Szűk utcák fonják körül a Klauzál teret. A beépítés maximumára való törekvés eredményezte, egyébként városszerte, hogy térben nem különültek el annyira a városi társadalom különböző rétegei, osztályai, mint amennyire ez életformájukból és nem egyszer igényeikből következett volna. Az egyházban lakó nagypolgár, egyszer-egyszer arisztokrata, és cseléd vagy munkás elválasztását a szinte minden nagyobb házban megépített fő és melléklépcsők szolgálták. Hanem rangra, származásra való tekintet nélkül agorájuk a Klauzál tér. Aztán megtébolyul a világ. Amikor ide költöztünk, azért utána néztem a tér történelmének, és sajnos az a rész, ahol most tapodunk, a 45 tavaszán hullákkal volt tele. A gettóban, aki meghalt, lelőtték, megverték, vagy éppen vitték a Dunapartra, és közben lőtték le, most azokat ide temették. Nagyon kemény tél volt, úgyhogy az öregek elmondása szerint kézigránáttal robbantották ki, hantolták ki az embereket, és innen szállították át őket a Dohány utcai zsinagóga Veselényi utca felőli részére, ahonnan aztán akinek maradt hozzátartozója elszállítatta, vagy pedig a hitközség temette el máshol. Ma már ott csak az emlékkövek, illetve az emléktáblák emlékeztetnek a vészkorszakra. Kár
Karl Lutz metodista vallású svájci konzul volt, aki 1943-44-ben hazánkban teljesített szolgálatot. A zsidó polgárok tízezreinek életét mentette meg védlevelek és védett házak létesítése révén. A háború után Karl Lutzot a világ elfelejtette. Az 1990-es években emelte Budapest városa Karl Lutz emlékművét. Ez volt számunkra a legfájdalmasabb feladat. A feleségemmel egyszer 4 órát álltam hóban és jégben az elhíresült óbudai téglagyárban, és végeztem a védlevelek válogatásának szomorú munkáját. Szívettépő jelenetek játszódtak le. 5000 szerencsétlen állt katonás sorban, fázva, vacogva, éhezve, szegényes csomagokkal megrakva, és nyújtották felém a leveleiket. Soha nem fogom ezeket az ilyet arcokat elfelejteni. A rendőrségnek újra és újra be kellett avatkoznia, mert az emberek a ruhámat majd letépték rólam, ahogy könyörögtek. Ez volt az élni akarás utolsó fellángolása, mielőtt teljesen magukba roskadtak, ami oly sokszor a halálban végződött. Mielőtt az a zsinagóga épült, és ez az egész központ, az ortodoxok, minden ortodoxnak meg volt a saját zsinagógája, minden vallásos zsidónak. Az a zsinagóga, ahol imádkozott, ez sok kis zsinagóga volt, és nem épült ki egy ilyen központ. És úgy néz ki, hogy így az 1900-as évek ellen jött egy igény rá, hogy kell az ortodoxnak az intézményeit összefogni. A központi zsinagóga akkor épült, és ez lett a nagy templom, az a Kazinczy utcai nagy templom. Nem is volt olyan egyszerű helyet kapni akkor, tehát aki itt imádkozhatott és itt volt helye, az egy rangot jelentett. És egyáltalán aki akkor hitközségi tag volt, ez egy rangot jelentett. Tehát azt hiszem egy jó pár évet valaki jelentkezett, akkor egy pár évre először ilyen várólistára került, hogy megnézzék, hogy a viselkedése alapján ő illik-e, passzol-e arra, hogy ő az ortodoxiának legyen a tagja. Vígság hangja és öröm hangja, vőlegény hangja és menyasszony hangja, azoknak hangja, akik mondják, magasztaljátok az örökkévalót, a seregek urát, mert jóságos az örökkévaló, mert örökké tart a kegyelme. Akik hála áldozatot hoznak az örökkévaló házába, mert vissza fogom hozni az ország foglyait, mint annak előtte, mondja az örökkévaló. Ez itt a hüpe, a zsidó esküvők elmaradhatatlan kelléke, a vőlegény otthonát jelképezi. Alatta áll a vőlegény, a menyasszonyra várva, aki jövendő urát 7-szer körbejárja. Az ortodox közösségekben a hüpét a szabadban állítják föl, mivel a csillagok a termékenység jelképei. Én itt nevelkedtem, itt is nőttem fel ezen a környéken, abszolút a Nagydiófa utcában, a szomszéd utcában. A hétköznapi zsinagógánk az olyan szép. A nagy zsinagóga az nagyon szép, az amikor ember bemegy, akkor érzi, hogy a léptékek is, tehát egy nagy épület, egy nagy hely. Sajnos nincs olyan sok hívünk, hogy ezt megtöltse, de hát persze érezni az ember egy egész másképp imádkozik ebben a nagy zsinagógában, mint egy másik zsinagógában van. A hétköznapi zsinagógában egy kisebb terem. Ez a nagy zsinagóga, ez nagyon, mind a szépségével, hogy most már majdnem teljesen rendbe hozták, és hát mind pedig az egész atmoszférában nagyon, nagyon szép. Húst a lelkével, a vérével ne egyétek, idézi Mózes a Tóra. Az állatok rituális előírás szerinti levágását a sachter, magyarul a metsző végzi el. A levágott állatot alapos vizsgálat alá vetették, kivált a tüdejét vizsgálták meg, mert az hajlamos a kórokra. Beteg állatot nem fogyasztottak. A budapesti ortodox hitközség szakembere Bécsből érkezett Budapestre. Marha kell vizsgálni, a tüdő is,
ne legyen csak melátás, mert egy lúk nem szabad. Az tréfli. Most mit csinálunk, ha van melátás, vagy valami van rajta a tüdő, mi szépen leveszünk, felfújunk a tüdő, és szépen leveszünk, körbe, nem húzunk erős, szépen balra, jobbra, és ha szépen lement, felfújunk, és teszünk még langyos víz, és nem buborékok, akkor ez kóser. Ez nem glatt. Glatt, állt a lába, de ne legyen a tüdő semmi. Sima-sima. Kis dolga, még könnyebb levet, ez még... De preci-preci, ha nincs. Csak te kell egy becsületembe, mert az egész ország eszik, mint a sok te kiad a kezed, ez kell egy becsület. A becsület nem elég. A szakmáját kell jól tudni. Hogy mit lehet itt enni? Bármit lehet enni. A régi kis kifőzdék nagyon híresek voltak, ami megmaradt belőlük, az arra a kádár. Szombaton a só lett, az világhírű, olyankor nagyon drága és nagyon nagy autók vannak errefelé, alig lehet elférni a téren. A Dob utca 46B-t zenészháznak hívják a környékbeliek. Erről az erkélyről ugrott le Seres Rezső, az Öngyilkosok himnuszának szerzője. Szomorú vasárnap száz fehér virággal. Vártam a kedvesem templomi imában. Álmokat kergető vasárnap délelőtt, bánat a mintaja nélkülön visszajött. Azóta szomorú mindig a vasárnap. Könyv csak az italom, kenyerem a bánat. Szomorú. Gyönyörű terünk van, nem túl sok zöld felülettel, de ha idejönnek, akkor tekintsenek el attól, hogy ugatnak a kutyák és üvöltenek a gyerekek. Mi itt élünk, ez ettől szép, és tényleg élünk.